Most vele szembe volt a juhász Géza bácsinak a háza, az most úgy tudom, hogy Albatrosz ott a sarkon, az a vendéglő, vagy vendégfogadó. Na most a juhász Géza bácsi az azért nevezetes, mert ő az utolsó tatai konflisos vagy fiakkeres. Ő volt az utolsó, hát sajnos meghalt, az ő háza volt ott. Hát hárman szivaroztak tatán igazán, ő volt az egyik, a másik a kisbácsi volt, a kis lakatos ott fönt, és a harmadik a Lajos bácsi a műbútor asztalos a Kocsi utcán. Ezek hárman mindig a szivar a szájukban volt. Na most tovább jövő elérjük a patakot, a patak mellett van ott egy kis házacska, azt kapták meg a Varga bácsiék, amikor ők így mikor lebontották házukat. Úgy tudom, most a legkisebb Varga lányék laknak ott, a Vitai Józsiék laknak abban a szép kis házban. Mellette van mindjárt a József malom. Hát ez elég sokáig működött, úgyis ismerték, mint Stingli malom. És utána, mivel nem kapott elég vizet a bőrgyáron keresztül, ezért egy turbinát építettek be, az nem vált be, ezért leállt a malom, és elég régen már ez nem működött. A 30-as években már, 30-as évek végén már nem működött különösebben, aztán újra megint működött egy ideig. Tehát most pedig valami szép áruház van ott. Vele szemben van egy másik malom, a nevezetes malom, a Nepomucénus malom, de hívták ezt Gödörmalomnak, hívták Völgyi malomnak is. Hát a Nepomucénus azért, mert a homlok, szemöldök föl, homlok fülkébe, ott volt kérve a Nepomucén szobor. Hát a Völgy meg a Gödör érthető, mert olyan mélyen volt, én láttam, amikor és meg is csodáltam, amikor megraktak lent egy kocsit, na 30 más a gabonával, vagy liszttel inkább, hát két pár ló, tehát egymás elé voltak fogva, úgy húzták csak ki a kocsit, szóval nem tudtak másképp kijönni. És akkor, hát ez egy nevezetes malom, most német nemzetiségi múzeum. Ha tovább jövünk, a baló vele szembe ott volt a Mölschmidt féle bőrgyár. Hát az utcát is ezért nevezték el, ugye ezekről. Nevezetes bőrgyár volt, mert ők dolgozták föl Magyarországon egyedül a szarvas bőrt. Ez nagyon ritka lehetőség volt, és ez nagyon komoly, hát munkát adott abban az időben tatai tímároknak. Mit készítettek ebből? Hát a szarvasbőrből, ugye ebből készítettek nadrág, lovagló nadrágot készítettek a fenekére, készítettek, nyergen is használták, kesztyűt használták, ablaktörlőt használták, sok mindent használ, elég sok mindent használtak a szarvas. Ez nagyon drága volt, mert ezt zsír cserzéssel készítették, méghozzá ez bálna zsír volt, úgyhogy nagyon drága volt. Az volt a legdrágább a szarvasbőr, mert a bálna zsírt azért nem lehetett olcsón beszerezni akkor Magyarországon. Na és hát utána, ha megyünk, akkor már kiérünk az úgynevezett Eszterházy utcára, vagyis a megváltó gyógyszertár mellett elérjük az Ady Endre utcát, a volt Eszterházy utcát. Forgalmas volt ez a tatai út? Ez, hát aránylag forgalmas volt mindaddig, amíg 1938-ban nem nyitották meg az új utat. Ott, amit tetszenek tudni, ott lent van az új út. Na addig ez a legfát, itt volt az egyetlen összeköttetés Tata és Tóváros között, a gyalogos, hát a tóparton, ha a gróf áttengettem, a 45 után áttengették már. Tehát ez ellen a kocsik jártak, akkor autó nem volt. Tehát Tatán azt hiszem abban az időben 5 vagy 6 autó volt. Tehát szóval összefutott az utca, egy autó kijött. Rejtett értékeink következnek, mégpedig egy olyan Eszterházy címert ismerhetnek meg, amely nem olyan régen került elő, és Czotl György órásmester család ajándékaként lett a múzeum tulajdona. Az Angol Park mai sportutcai, régi Hattyúliget utcai bejáratához közel állunk. Hátunk mögött nem messze Schweiger Antalnak a hazai barokk fajansz szobrászat kiemelkedő alkotójának két műve látható, két griff. Nyilvánvaló módon összefüggésben az őt alkalmazó Eszterházy család címer képével. A mögötte való kapun pedig reneszánsz pajzson Eszterházy címer ékeskedik. Ha tovább folytatnánk a sétánkat az Angol Parkból a Kapucinus templom felé, a bejárat fölött szintén találkozhatnánk az Eszterházy címerrel, majd a Nepomucénus malomban látható jelenleg a Kunidomokos Múzeum tulajdonában lévő festmény, amely gróf Eszterházy József országbírót ábrázolja, aki 1727-ben megvásárolta a tatai uradalmat, és a festményen a gróf mögötti oszlopfőn haditrófeumok között egy barokk pajzson, szintén az Eszterházy címer
ékeskedik. A nagy templom bejáratánál ugyancsak találkozunk ezzel a jelvénnyel, és ha tovább mennénk Majkra, ott az Eszterházy József által alapított szerzetes házon szintén láthatnánk ezt a címert, de egy nagyon szép homokkőből faragott, és ennek megfelelően az időjárás viszontagságainak kitett címer támaszkodik a megmaradt Csonka templom tornyának oldalához is Majkon. A címer leírásokkal a heraldika, azaz a címertan foglalkozik. A címerek kialakulása mindenképp hadi okokra vezethető vissza. Az úgynevezett préheraldikus jelvényeket, ezek a harc során megkülönböztetésre szolgáló jelvények voltak. A harcosok a 12. század első felétől a legnagyobb felületre, a pajzsra, ami harc közben látható és használható, emelték. Az élő heraldika korában ezek a jelvények természetesen a pajzs mellett, a zászlókon és a sisakokon is megjelentek. Az Eszterházy család eredetét tekintve a Csalló közből származik. Itt a 15.-16. század körül több köznemesék is protestáns nemesi család élt, és címereikben is sok hasonlóságot találunk. Rokonságban állott az Eszterházy család az Illyésháziakkal és a Besenyei családdal, de volt közük a Fekete vagy a Balog családokhoz is. A Balog családból származik Balog Ferenc, uradalmi régens, akit itt Tatán meglehetősen jól ismerünk, hiszen kiváló gazdasági szakember volt. Az ő címere egyetlen motívumot kivéve azonos az Eszterházyak címerével, jobbra ágaskodó griff, jobb melső mancsában kardot tart, bal melső mancsából viszont hiányzik az a háromszár stilizált rózsa, ami az Eszterházy címerben megtalálható. Az Eszterházy címer előfordulásainál, ami a pajzsot illeti, említettem itt az Angol Park bejáratánál a reneszánsz pajzsot, oldalán megfigyelhető a bemélyedés, ami a kopjának az elhelyezésére szolgált. A festményen látható barokk pajzs ívelt oldalaival tipikusan a 18. századnak a terméke Eszterházy József portréján. Azonban a pajzsnak a mezejét, pajzs mezőt tekintve, tarpajzsról beszélhetünk az Eszterházyaknál, tehát nem osztott színeit, fémeit nem váltja. A címer ábrázolása viszont nem mesteralak, tehát nem stilizált és osztott pajzsról van szó, stilizált alakkal díszítettről, hanem címerképet, azaz griffet tartalmaz. Ez a mitológiai állat az oroszlánnak és a sasnak a jellemzőit vegyíti. A heraldikai oroszlán mindig jobbra fordul, rendszerint ágaskodik, jobb két melső és bal melső mancsát előre nyújtja, farka kunkorodik, felfelé áll, bojtos, teste sovány. A sas általában szintén jobbra fordítja a fejét. Ha azt mondom, hogy jobbra, akkor ha vele szemben állok, nekem nyilván a bal kezem felé tekintenek ezek az állatok, de annak az embernek a pozíciójából, annak a harcosnak a pozíciójából kell kiindulnunk, aki a pajzs mögött áll, tehát a címertani jobb és bal a mögött álló harcosnak az elhelyezkedését tükrözi. A griff feje, nyaka és szárnya a sasból, testének többi része a címertani heraldikai oroszlánból tevődik össze. Ahogy említettem, jobb melső mancsában kivont kardot tart, ezek a kis köznemesi családok nyilván vitézségük révén szerezhették címerüket, és erre utal a kivont kard. Bal melső mancsában viszont háromszál stilizált rózsát tart. A címerek családokon belül természetesen mindig öröklődtek. Címer osztásra akkor került sor, ha birtokosztással vagy a családi ágak szétválásával együtt egy családban szakadás, kettéválás következett be. Az új címer felvételének egyetlen feltétele volt, hogy ne legyen azonos, hiszen ez az élő heraldika korában a felismerhetőséget akadályozta volna. Nem marad más tisztem hátra, mint megköszönjem ma estére megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, hogy holnap 7 órától a Keddesti Sportban Tóth Ferenc szerkesztő kollégám várja önöket bővebb tudósítással a mini maratonról. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, jó szépet! We'll be right back.
Jó estét kívánok! Ezen a szép augusztus első sportadásán köszöntöm a nézőket a Tatai Televízió sportműsorában, azokat, akik egyáltalán hazaértek már a strandról. Mai adásunk két téma köré csoportosítható, foci és természetesen a minimaraton. Megkezdte a felkészülését a TAC MB3-as labdarúgó csapata. A nagy melegben pénteken, este 6-kor kezdték a játékot, akkor is iszonyú meleg volt a TAC pályán, az ellenfél egy német csapat volt. A péntek délutáni nagy hőségben a tatai származású Jámbor László csapata zöld-sárgában játszott. A mi csapatunk az körülbelül 9 éve egzisztál. Itt közben lemorzsolódtak olyan játékosaink, akik komolyabban játszottak. Ők előre lettek jegyezve, komolyabb csapatba kerültek be. Nekünk visszamaradtak azok a srácok, akik munkaidőn túl, tehát saját szabadidejéket áldozták a játékra. Ez hozzá kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek a srácoknak, ezeknek tényleg nagyon-nagyon kevés idejük van arra, hogy edzést tartsanak, mert ezeknek a fele, ez különböző unternémák, tehát maszekok, akik hagyják a kis életüket, tehát csupán hobbiból játszanak. Hamar kiderült, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat. A 14. percben már 3-0 ide, a 18-ban 6, a félidőt pedig 8-0-ás TAC vezetéssel zárták. Az idény előtt mi elsősorban az új szerzeményekre és az új hírekre voltunk kíváncsiak. Július 6-án kezdtünk, és azóta folyamatosan heti 6 edzéssel készültünk. Nem volt teljesen ideális az ellenfélelosztás, mert először játszottunk az MB1-essel, a Doroggal, a Lombarddal. Aztán a komáromi elleni mérkőzés sajnálatos módon elmaradt, de önhibánkon kívül, mert annyi volt a sérült, meg sajnos. Hát azt kell mondjam, hogy nem vagyunk mi teljesen profi csapat, tehát üdültek a gyerekek, Görögország volt, tehát nem voltunk 100%-osan. A csapat szerkezetében történt lényeges változás? Hát annyi történt végső soron, hogy a Páncél Sanyi személyében remélem, hogy egy vérbeli középhátvédet sikerült szereznünk. Hát MTK nevelés vagyok, utána pályafutásom Érden folytatódott. Ott 8 évet húztam le, utána következett Tatabánya, most Dunaszentgyörgy, után kerültem ide Tatára, mert sokkal közelebb van. Hova valósi vagy? Tatabányai vagyok, most már Tatabányai vagyok. Te ideális középhátvéd alkat vagy, egy kicsit fel is nézek rád, mindig ezt játszottad? Igen. Előbbre lépünk? Hát remélem, hogy egy minimum egy jó középcsapat, de még annál előrébb is. Szeretném, ha sikerülne szerepelni. Az új középhátvéd ezen a mérkőzésen még nem játszott. Szerepelt viszont Hegedűs István. 1975-ben kezdtem el futballozni Tatabányán. Ott jártam ifibe, és onnét kerültem el Oroszlányba. Majd onnét visszakerültem megint Tatabányán. Elég sok helyen voltam, az igazság. Most a legutóbb 4,5 évig Ausztriába játszottam. Onnét jöttem haza. Úgy látszik, hogy te mozgattad a csapatot. Jól látszott? Hát igen, rutinom az győzőbá szerint ráfér a csapatra, mert elég fiatal a csapat. Ügyesek, de az igazság, hogy nekik is még az MB3, ez az első év, ez egy kicsit tanuló pénz volt, főleg a második fél év, de bízunk benne, hogy ebben az idényben nem lesznek ilyen gondjunk, és már jó középcsapat leszünk. Jó helyen van nála a labda. Tudja, hogy mit kell csinálni, és belül is szóval tartja a többit, ami végsősoron egy nagy dolog egy csapatnál. Jó véleménnyel van Nagy Győzőt ezek szerint Hegedűsről. A harmadik újonc Borsodi László. Naszáról jöttem, és sérülésem miatt nem játszottam mai napon. Tegnap kezdtem el ismételten edzéseket. Milyen szerepkörben számít rád a mester? Valószínűleg, hogy emberfogó fogok játszani. Hogyha a játék lehetőséget kapok, persze még nagyon sokat kell bepotolnom. Mert? Hát úgy érzem, hogy a 3 év főiskola miatt nagyon sok lemaradásom volt, és így sok mindent be kell pótolni. Nem nagyon ismertem a csapatot előtte, de úgy érzem, hogy a csapat nagyon egységes, és nagyon jók a srácok. Még talán ezt a kis Szépe Szilárdot említeném meg, aki azt hiszem nem ismeretlen tatai berkekben. Bízom benne, mert egy kis törtető, szélső típusú játékos, tehát egy múlvali játékos, hát majd, hogy szokták ezt mondani, hogy elválik a vallatásnál, hogy menesz belőle. 3 éve mentem el a Tatából, Ferencvároshoz, és hogy hát kiöregettem az ifiből, így visszakerültem.
és itt most megpróbálom. Meglehetősen erős bal lábad van, ahogy láttuk. Jól láttuk? Igen, hát azért jobban is megpróbálom, mert azért gyakorlok, de hát inkább balra megy. A családban játszott valaki, mert a név egy kicsit ismerős a régi tatajaknak. Igen, apu játszott, de ő jobb lábas volt, jobb széle. Tehát úgy látszik, átfordult a családi vonal. Igen. Terveid? Hát jobb csapat egy kicsibe. Igen? A TASZ-nál is jobb csapat? Igen. Szeretnék. Hát most hát azon kell lenni, hogy minél jobban fejlődjek, aztán majd meglátjuk, mi lesz. A második félidőben egy kicsit visszavettek fiaink, így a végeredmény csak 13-0 lett. A gólokat Mártonfi 2, Hegedűs 2, Pankotai Dudás, Takács Ferkó, Unger és Szabján szerezték. A hétvégén megkezdődik a bajnoki pontvadászat, a miaink először a Csákvár otthonába látogatnak. A vendéglátókról annyit illik tudni, hogy szinte a teljes csapatukat kicserélték, és jelenleg a székesfehérvári Videoton fiók csapatának számítanak. Lesz tehát feladatuk bőven a miainknek. Ha valaki ismerős, valakiknek ismerősnek tűnt a német kapus, nem véletlen, mert a másik fél időben Valakovics Tibor védett a német együttesben, mivel az eredeti kapusuk nem állt a helyzet magaslatán, hogy finoman fogalmazzak. Kajakkenu, a TASZ kajakosai a hétvégén Velencén vettek részt a magyar bajnokságon. A gyermek fiú 2000 méteren, a kajak 4-es második lett Cina, Winkler, Maklári, Gyimesi. A kölyök fiú 2000-en 7. helyen végeztek, a kajak 4-esek Szabó, Csonka, Majoros, Maklári, Dávid. A kölyök fiú 1000 méteren 9-ek lettek, kajak 2-esben Gyimesi és Móricz Gábor. Városunk legnagyobb sporteseménye, sportrendezvénye a Tatai Mini Maraton, amelyet ezúttal már 15-ször rendeztek meg. Nézzük meg erről szóló tudósításunkat. A verseny előtt a hatalmas hőségben igyekezett mindenki az árnyékba húzódni a Magyar Zoltán Művelődési Központ környékén. A 862 nevező között 9-en az eddigi 14 verseny teljesítésével jogot nyertek arra, hogy ingyenesen induljanak. Idáig mindig megcsináltam. Mindig az volt, hogy csináld meg. Nem, ezt nem lehet. Milyen be kihívás? Kihívás, persze. Ezt az egy futó versenyt szoktam megcsinálni. Semmi mást. Amúgy tudom, hogy van némi kapcsolatot a sporttal, mert labdarúgó játékvezető vagy, hasznát veszed ennek? Persze, használt veszem, mert ott tesztelni kell. Igaz, más jellegű az a teszt, mert csak 12 perc, meg 50 méter, 200 méter, ott azért a jobbak közé tartozom. És itt? Itt a futottak még kategória. Milyen érzés egyébként úgy a mezőnyben futni? Azt mondják sokan, hogy nagyon jól érzik magukat így, mikor sokan futnak együtt. Biztos jó érzés, de most ebben a melegben nem lesz jó érzés. Mennyire számítasz? Szeretném megcsinálni, nem vagyok olyan erőállapotban, mint régebben voltam, mint az első alkalommal. Akkor mennyire ment? Órán belül. Most azért 1:10 jó lenne. Más is van az életben, mint futás. Köszönöm szépen, mellettünk viszont egy profi versenyző, a veteránok, duatlon magyar bajnok, a Kocsi Imre. Hogy volt ez 14 évvel ezelőtt, Imre? Volt egy nagy fellendülés abban az időben, futásban. Azóta ez életmódommá vált a futás. A mai mini maratonnak van valami specialitása számodra? Hát a 15. mindössze ennyi. Mivel mindegyiket megcsinálom, úgyhogy. Gondolom mindegyikről van valami emléked. Melyik az, ami a 14, eddigi 14 közül megmaradt benned? Mikor azt mondják, hogy mini maraton, mi ugrik be először? Hát a lehető legjobb, amikor 50 percemből sikerült futni, azóta nem sikerült. Igen, hát az valami fantasztikus tempó, és most így idézőjelben az öreget. 55 percet kiengednék ma. Eljöttek a jugoszláviai magyar kanizsaiak, és két gerlingeni futó pedig kerékpáron érkezett hozzánk. Összesen 7 nemzet zászlaját lengette a nem túl erős szél. A Total Quiz játéka után a 4B Mozgás stúdió hölgyei bemutatót tartottak, de ez már a rajt előtti utolsó fél óra eseménye volt. A polgármesteri köszöntőt követően a Radír Rádió Tatabányai stúdióban ülő műsorvezetője az éter hullámain keresztül, a helyszínen pedig Barassó Csaba képviselő vadászpuska lövéssel indította el a 15. jubileumi minimaraton mezőnyét. Az első kilométeren a Május 1 úton még sokan voltak az élbolyban. Itt van a magyar hosszú távfutó élmezőny, Ostorocki a Honvédból, Sági a BVSC-ből, Szemán a Vedacos és Fehérben Jáger Péter. Piros-fekete mezben Rót Balázs, a Vasért Lénár tímes fiú. Egyelőre jól tartja magát. És itt jön a mezőny. A Kossuth tér után a Rákóczi út következett,
majd egy rövid kanyar után visszatértek a futók az eredeti helyre, a kiindulásra. Itt nagy taps fogadta őket. 3 kilométernél a vár kijáratánál szorosan egymás nyomában az élen halad Fehérben Jáger, Nyíregyházáról és klubtársa Sági, mindketten BVSC-sek. Az Eszterházi sétányon nagyszerű látványt nyújt a hosszan kígyózó mezőny. Előttünk éppen Szekeres Ferenc 12-szeres magyar bajnok halad el, aki maratonista volt, és piros-kékben felvillan az a Kovács András, aki egy héttel ezelőtt éppen a tanácsokat adta. Piros mezben pedig Rót Balázs, a Vasért Lénár Team duatlonistája. Az erdőbe érve a pokoli hőség mellé még a fülledség is társult. A Fáklya úttól a Vágóidig tartó 2 kilométeres szakaszon elsőként Jáger Péter haladt keresztül. Itt elviselhetetlen volt a hőség, az aszfalt szinte ontotta magából a meleget. 10 kilométernél pedig következett talán a legnehezebb szakasz, a Hattyúliget utca. Ez az emelkedő igazán nagy megpróbáltatást jelentett ezen az augusztusi szombaton. Cseke tavon se volt sokkal több levegő, mint az öreg tavon. Aztán következett a magas part, majd a híres, nevezetes Petőfi utca. Jöhetett az utolsó frissítő. A Petőfi utca után pedig már röpke 1 kilométer, és itt volt a cél. Az idei versenyt a nyíregyházi BVSC színekben futó Jáger Péter nyerte. Utána a kétszeres győztes Sági Ferenc érkezett, ugyancsak a BVSC-ből, míg a harmadik helyre a tavalyi maratoni bajnok, az utés Lacfi Endre jött. A nők versenyét a dunaújvárosi válogatott Európa-bajnokságra készülő Javos Anikó nyerte. A második-harmadik helyre a lányoknál holt versenyben futott be a korábbi pályacsúcsot tartó szegedi Visnyei Márta és a veszprémi Kovács Ida. Legjobb tataiként és Komárom-Esztergom megyeiként a hölgyeknél Kókai Kati, míg a fiúknál Seffer Péter érkezett be először. És özönlött a mezőny a célba. Volt, aki mosolyogva, elegánsan, volt, akinek még a végére is maradt erő. A duatlonista Rót Balázs teljesen kifutotta magát. Szükség volt az orvosi segítségre is. Összesen 8 női, 12 férfi és 4-4 csapat kategóriában hirdettek eredményt. A 802 befutó azonban valószínűleg nem a díjakért futott, hanem magáért, a futás öröméért, hiszen a 15. jubileumi Tatai Minimaratoni elsősorban tömegsportrendezvény. Városunk legnagyobb sporteseményét megtekintette dr. Nagy Sándor, a Bécs-Budapest Szupermaraton szervezőbizottságának elnöke, és elmondta, hogy reményei szerint jövőre a mi versenyünk a Szupermaraton hivatalos előversenyei közé számít majd. Milyen megtiszteltetés. A Minimaraton kapcsán köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Seffer Pétert, a legjobb tatai versenyzőt, és Horváth Zoltánt, a versenyfő szervezőjét. Jól mondom, Zoli? Jó. Először talán a versenyzővel kezdjük. Péter, mennyi volt eddig a legjobb időd a tatai Minimaratonon, amit futottál? Eddig a tavalyi évben sikerült legjobb időmet elérnem, 45 perc, 4 másodpercet. És az idei? Hát idén a meleg miatt, meg egyéb okok miatt egy kicsit gyengébben ment a dolog, és 48 perc, 22 másodperccel értem célba. A tataiak közül ki volt az, aki nagy ellenfeled volt? Hát az előző héten már láthattuk itt a tatai tévén Kovács András. Szándékosan kérdezem, mert Kovács András, úgy tudom, valamikor az edződ is volt? Igen, nála kezdtem el futni, aztán most Rózsa Völgyi Pista bácsinál folytatom. Hát tőle tartottam igazából. És még? Képen látható Rót Balástól, aki egy darabig előttem is futott. De úgy látszik, hogy ráfizetett erre. Hogy a nagy melegben erősen kezdett is ezért. Hogy a sportszeretőknek legyen valami fogalma, ez a mostani időd, ez a 48 perc, 22 másodperc, ez milyen ezreket kíván? Tehát gyors ez?
Hát ezt most utólag kiszámoltam, ez körülbelül 3 perc, 30 másodperc és 1000 métereket jelent, ami... Ez elképesztően gyors. Hát igen, mondhatjuk. Ebben a melegben ezt lehetett vállalni szerintem. Melyik szakasz volt a legnehezebb? Hát talán azok a részek, amikor az erdőbe kellett futni, nem is inkább melyik a napon. Melyik erdőben? Mert hát több erdő is van. Hát az öreg tó körül, ott hátul, vagy pedig a Cseketó, mind a kettő hasonló volt. A nagy pára miatt elég nehéz volt ott futni. Frissítettél közben egyébként? Hát nem terveztem, hogy frissítek, de annyira meleg volt, hogy muszáj volt. De általában csak a fejemre öntöttem a vizet, inni nem nagyon ittam. Hova jársz egyébként? Úgy tudom, tanulsz. Igen, még tanulok Szombathelyen a tanárképző főiskolán. Most leszek 4. éves. Milyen szakos? Testnevelő tanárszakon. Természetesen, testnevelő. És ha már, hát persze testnevelő vagy, de azért mégiscsak sportemberként hívtunk meg ide a stúdióba, amivel hagyomány, hogy a legjobb tartait. Abszolútban hányadik helyen végeztél egyébként? 14 vagy 15. helyen, pontosan nem tudom, majd esetleg a listából kiderül. Meddig láttad az előtted haladókat, tehát a legjobbakat, akik győztek? Hát az első 1-2 kilométeren még láttam őket, szóval elég közel voltunk, aztán utána... Ugyan én nem kezdtem gyorsan a nagy meleg miatt, de még láttam őket. Idézőjelben nem kezdtél gyorsan, ez a 330-as ezrek, ezek az átlagok, ez valami elképesztő hát gyorsnak igen. Tűnik, nem? Ez az átlag, ez azt jelenti, hogy a végére azért lelassultam én is. Uh-huh. Ennél kicsit gyorsabb voltam az elején, aztán lelassultam egy kicsit, és mondjuk olyan 2-3 kilométerig láttam az élmezőnyt. Uh-huh. Aztán ők már nagyon gyorsan elfutottak. Hányadik minimaratonod volt? Számolod, gondolom. Hát éppen a verseny előtt számoltam, utána 7. vagy 8. lehetett, nem tudom pontosan. Igen, mert azt hiszem 9-en voltak, akik mind a 14-es, sőt most már 15-öt is teljesítették. Sportpályafutásodon merre veszed az irányt, azt szeretnénk tudni. Hát szeretném mindenképpen folytatni a futást, ameddig lehet. Még egyelőre a főiskola mellett lehet, aztán később majd meglátjuk. Nem visszavárjunk szeretném. Tatára? Hát nagyon szeretnék, de hát ez nem csak tőlem függ, uh-huh. Természetesen. Hát ameddig lehet, addig szeretném folytatni, szerintem a futást nem fogom abba hagyni. Uh-huh. Hát most akkor a sportoló oldaláról, úgy, ahogy kiveséztük a tatai minimaratont, a főszervező szemszögéből mi a gyors mérleg? Gyakorlatilag egy pár számadatot már te is az elején elmondtál, én csak azt ismételném meg, hogy a 862 indulóból beérkezett 806. Szívből gratulálok mind a 862-nek, hogy elindult, természetesen a 806-nak, akik szintidőn belül. Péternek is gratulálok, és hát remélem, hogy kívánom, hogy egyszer a dobogó tetején is köszönthessem őt. Tehát én, amikor dicsérem és fejet hajtok azok előtt, akik vállalták ebben a hőségben a futást, azért kiterjesztem ezt a köszöntést azokra a tévénézőknek is, akik most valószínű nézik az adást, akik szurkoltak és segítették, sokan lelkesítették, rengetegen voltak. Beszélünk mindig a legendás Petőfi utcáról, de beszélhetünk a Rákóczi utcáról, de beszélhetünk a tópartról is, hiszen most a jó időben rengetegen voltak. Hallottam olyanokat, akik ezért jöttek ki a vízből, hogy buzdítsák és szurkoljanak a futóknak. Egészségügyi mérleg, mert nagyon fontos, nagyon meleg volt. Ez a legfontosabb, azt hiszem, és ezen izgultam, mint főszervező én is a rajt pillanatától, és hála Istennek, összesen egy közbeavatkozásra volt szükség, de az se súlyos eset. Valóban... A képen látható Róth Balázs volt, azt igen, hiszem, róla volt, vele esett probléma, de az egészségügy természetesen azonnal intézkedett, hiszen mi is megtettünk mindent ennek érdekében, hogy nem csak a mentőszolgálat, nem csak az ügyeletes szolgálat, hanem CB-kkel is biztosítottuk. Közlekedés, itt akkor egy pillanat közbevágok, tehát a közlekedést mennyiben akadályozta a verseny, a város közlekedését? Nem akadályozta olyan mértékben, mint ahogy korábban voltak problémák, de azt hiszem, hogy a Városi Rendőrkapitányság mindent megtett annak érdekében, itt létszámra gondolok, biztosításra gondolok, hogy ne is legyen. Természetesen minden évben vannak türelmetlen emberek, de ezeket udvariasan nagyszerűen elterelték, illetve hát figyelmeztették őket, és megúsztuk nagyobb probléma nélkül. Köszönhető ez tényleg a rendőreinek. Szervezésben voltak gondok? Most már, hogy nyugodtan átgondoljuk, minden évben a verseny után megtartjuk a szervező bizottságnak a záró értékelését. Én azt mondhatom örömmel, hogy a kisebb szervezési zökkenők mellett nem történt semmi, és a szervezőknek valóban meg fogom majd köszönni a munkájukat, akik képviselik azt a közel 100 embert,
akik a 800-ért, 900-ért nagyon sokat tettek. Amik voltak gondok, hát egyet azért el kell mondani, hogy időbe kinyitottuk a sorompókat, de ismét megtörtént az, hogy visszarakták. Igen. Szóval elképesztő és döbbenetes. Én nem tudom már jövőre, mit fogok őrséget állítani oda, hogy ez ne történhessen, történjen meg, de megtörtént. Táblák a helyükön voltak? Ezt Pétertől kérdezem, mert ő jobban tudja. A kilométer táblák? Hát úgy nagyjából a helyén volt. Mert korábban sok panasz volt arra, hogy a profi futók nem tudták tervezni. Előfordul. Még most is voltak eltérések szerintem, de most már nagyjából a helyére került. Csak pár méter eltérés lehetett, mert most viszont arról gondoskodtunk, hogy egyszer kimértük a pályát, és közvetlen a verseny előtt éppen a Kocsi Imre, akiről szó volt, hogy valamennyi versenyen indult, vállalta azt, hogy kerékpárral az ő általa kimért távolságokra ő tette le mennyi a táblákat. Mennyi a minimaraton távja? Mert azt mondják, hogy annak idején 14 km volt, később megrövidült, áthelyezték az útvonalát, és most kevesebb, mint 14, kevesebb? Nehezet kérdezel, mert az egyik mérés szerint 100 méterrel kevesebb, a másik mérés szerint pedig 200-al több. Péter tudná megmondani, hát mi az igazság? Tavaly én is kimértem a verseny előtt, én kevesebbet mértem, 13,9-et mértem körülbelül. Valószínű, tehát az a 100 méter. Na, de a meleg az pótolja, azt hiszem, azt a hiányzó pár száz métert. Ekkora versenyt rendezni nem akármilyen dolog, kell segítség. Természetesen, hiszen említettem az előbb is a 100 fős rendezői gárdát. Nem csak azon múlt, hogy ezek az emberek ott legyen a helyükön, hanem hogy tudják, hogy mit tegyenek. És ebben mondok mindenkinek köszönetet. Támogatók? Hát igen, a támogatók idén is, mint minden évben nagyon nehezen állt össze, de köszönjük szépen. Több mint 50, egész pontosan megszámoltam, 55-en voltak, akik anyagilag, illetve hát tárgyjutalmakkal és egyéb támogatással járultak a verseny sikeréhez. Én azt hiszem, hogy megérdemlik a fő támogatók, hogy elmondjam, hogy a Tatai Önkormányzati Hivatal, valamint a Veselényi Közalapítvány és a Minimaraton Közalapítvány mellett a Cserép RT, az OMS Hungária, akkor a Kemobil, akik nagyon sokat tettek azért, hogy sikeres legyen ez a rendezvény, vagy pedig a Rois Kft-t is itt vehetjük. Mennyibe kerül, közbevágok elnézést a tapintatlanságért, mennyibe kerül pénzben a minimaraton? Az egésznek a költségvetése természetesen nem titok, hiszen az a közalapítvány szervezőbizottsága elkészíti, illetve pontosabban én a számadást elkészítem, és ebben szerepel mindenkinek a támogatása. 1 millió forint fölött van a közvetlen pénzérték, de mivel van nevezési díj és vannak tárgyutalmak is, ezért eléri a 2 milliót, tehát nem egy kis költségvetés. Nem kis költségvetés, de ha arra gondolunk, hogy ezret, majd 1000 embert mozgat meg, tehát egy hatalmas verseny, azt hiszem, hogy nem kimondottan drága. Igen, hiszen ha arra gondolunk, hogy a másik ilyen fontos támogatónk a Total Hungária még hozott is segítséget, és amelynek a segítségeképpen a végén megkaptátok a jégkrémet, meg megkapták, valamennyi versenyző megkapta az üdítőt is. Én azt mondom, hogy így a költségek már növekednek, de azért mégis, hogy összeállt. És gondolunk itt azért még a Vértes Volán eltére is, aki szintén a legnagyobb támogatók között vannak, meg a Polarchem Kft., akkor azt mondom, hogy és ígérik, hogy ahogy az elmúlt évben is tették, idén is tették, ha ők megmaradnak nekünk jövőre, és még jönnek, hiszen most találkozhattunk olyannal is, hogy a Hazát Házat Alapítvány szeretne főtámogatóként beszállni ebbe az akcióba. Én nagyon-nagyon várom őket is, meg másokat is, hogy még biztonságosabb és még színvonalasabb legyen ez a verseny. Ahogy én Horváth Zoltánt ismerem, azt is tudja, hogy milyen napra esik a jövő évben a minimaraton napja. Természetesen érdekességként, mivel most elsője volt szombat, 7-ére, augusztus 7-ére, tehát a 16. minimaraton 1999. augusztus 7-én lesz. Továbbra is tömegsportverseny marad a Tatai Minimaraton. Azért gondolom ezt, mert az élmezőny, a magyar élmezőny tagjai eljöttek, és fel kellett zárkozni, úgy tudom, tehát pénzt is kellett adni.
Természetesen mi nekünk az elsődleges az, hogy tömegsport maradjon, és éppen ezért szélesítettük, illetve bővítettük a díjazásnál a kategóriákat. És azt hiszem, hogy ez, hogy úgy mondjam, bejött, mert hiszen valóban a jobb futók, a menők a saját kategóriájukban elvitték a fődíjakat. De nem panaszkodhatnak a többiek se, hiszen a 14 évtől a 70 év fölöttiig kaptak nagyon szép serleget, nagyon szép díjakat. Különösen az nem panaszkodhat, azt hiszem Tatai a kisfiú, aki elvitte a Helkama hűtőszekrényét. Igen, ezt meg szeretnénk tartani jövőre is, és megérdemlik a versenyzők, hogy megadjuk azt az esélyt nekik, hogy ha a dobogóra nem is kerülnek föl, de valamilyen élmény legyen, és jövőre is meg fogjuk szervezni azt, hogy valamennyi célba érkező között ajándékokat sorsolunk. Megköszönöm Seffer Péternek és Horváth Zoltánnak, hogy befáradtak a stúdióba. Azt hiszem, hogy egy jó vigasság, igazi férfi munka volt ez az idei tatai minimaratoni. A minimaratonnak az eredménylistáját megtalálják egyébként majd képújságunkban. Befejezésül pedig kollégáim készítettek a tatai minimaratonról egy zenés klippet. Adásunkat holnap 9 és 17 órakor ismételjük meg, tartsanak velünk a jövő héten is. Tehát lássuk a klippet. A viszontlátásra!